Horváth Gábor külpolitikai szakértő, egyrészt a vendégünk, másrészt Szabó Sándor rendőrségi szakértő, külpolitikai rovatvezetőként dolgozol a Népszabadságnál. Köszönöm szépen, hogy eljöttek az urak. Vérfürdő, rasszizmus, rendőri túlkapás, Amerika 2016, meg 2015, meg 2014, ez minden évben, hát praktikusan így nyáron leginkább valamitől, de központi témává válik, ugye a külpolitikai elemzésekben, mint a bűnügyi hírekben. Itt most ugye az örvölészek által meggyilkolt dallasi rendőrökről látunk folyamatosan híradós képeket, két nappal ezelőtt láthattunk volna másfajta képeket is. Kezdjük a rendőrségi oldalával. Az jól érzékelhető ilyen távolról is, már a hírekből is, hogy itt igazából arról van szó, hogy a rendőr azt feltételezi, attól, mert ő egy fehér rendőr, és attól, mert afroamerikai a igazoltatott ember, hogy azonnal is okvetlenül támadás fogja érni. Ez látszik így messziről, ez a közeli gyakorlatban is így van? Tehát ilyen a hangulat a rendőrök és az afroamerikaiak között? Nyilván van ennek egy alapja, ami ugye úgy gondolom, hogy az Egyesült Államokban a mai napig nem kifejezetten egy kezelt dolog. Viszont én egy kis statisztikát szeretnék közölni. Ugye az amerikai igazságügyi minisztérium és a szövetségi nyomozóiroda, azaz ugye az FBI, 72 óta készít el bűnügyi statisztikákat. Nem szeretnék mumus lenni, ezek nyilván számok. Minden második afroamerikai ült már börtönben, minden negyedik afroamerikai éppen a börtönbüntetését tölti, vagy pedig ugye felfüggesztve. Nyilván ugye ezt tudják az ottani rendőrök. Alapvetően én erre azt tudom mondani, hogy például az erőszakos bűncselekmények, vegyük például az emberölést. Az Egyesült Államokban, ahol mondjuk laknak 320 millióan, 13%-a afroamerikai, és az, például az emberölések 60%-át afroamerikaiak követik el. Nyilván erre van egyfajta koncepció, ami nehéz egyensúlyozni ugye a gyűlölet és a szakmai felkészültség mesdjéjén, de igazából ezt kifejezik a számok valahol. De ugye az nem vezet sehova, látjuk is, hogy mennyire nem vezet sehova, amikor a fekete azt gondolja, hogy a fehér rasszista, a fehér azt gondolja, hogy a fekete bűnöző, gyilkos. Hát nyilván ebből semmi nem fog kisülni. De, ez a helyzet? De nem ilyen egyszerű az ilyen dolog. A számokkal egy kicsit azért vigyázni kell, ugye összesen van mondjuk 30 millió, vagy 35 millió afroamerikai, és körülbelül 1 millió van közülük börtönben, tehát csak 3%-uk mondjuk. De hogyha a fiatal férfiak korcsoportjára vetítjük, akkor már igazak ezek a számok, ott már minden harmadik, negyedik. És olyat is olvastam nem olyan túl régen, hogy aki Washington a fővárosban lakik fekete fiatal férfi, annak 80-90% esélye, hogy börtönben végzi. A dolgok időként borzasztóak tudnak lenni. És ezek mind ilyen távoli adatok, de én szeretnék egy személyes konkrét példát mondani. Ugye mi ott éltünk, a gyerek kosárlabdázott, és megjelent róla egy cikk a helyi újságban, aminek az illusztrációja, borzasztóan örültünk neki, hogy milyen klassz, egy magyar srác ott kosárlabdázik, és az illusztráció egy meccs jelenet volt, ahol ő volt egy fekete fiúval. Az a fekete fiú nem érte meg a 16. születésnapját, mert előtték az utcán. Ahányszor a gyerek emlékére, mármint a mi gyerekünk újságról szóló újságcikre nézünk, ott van egy fekete srác, aki meghalt. És ez borzasztó közel tudja hozni ezeket az emberi tragédiákat. Az az igazság, hogy nem lehet tudni, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy azért szegények és hátrányos helyzetűek az afrikai szállású Amerika, feketék Amerikában, mert rossz a családmodell, ugye matriarchátus van, gyakorlatilag apa nélkül nő fel a gyerekeknek a háromnegyede vagy a négyötöde. Nem is csak, hogy nincs házasság, nem kötnek házasságot a szülők, de a férfi nincs is ott, tehát még élettársi kapcsolatban sincs ott, hogy ez a dolgoknak az oka, vagy ez pedig azért van, mert szegények és képzetlenek, és kimaradnak az iskolából. Nagyon nehéz, 1880-as évek óta vizsgálják a problémát.
könyvtárnyi szakirodalma van. És nem tudják kideríteni, illetve nem tudják megbontani ezt az ördögi kört, ami folyamatosan újra és újra termeli ezt a szituációt, hogy a fiatal fekete férfiak erőszakos bűnözőként az utcán nőnek föl. De hát a 19. század óta ismert jelenségről beszélünk, ott nagyon könnyen, nagy érzékenységgel azt lehetett mondani, hogy persze hát rabszolgasorból jönnek a legtöbben, vagy olyan háttérből jönnek, ami valahol oda vezethető vissza, tehát nyilván egy egészen másik szocializációs folyamat. De hát itt vagyunk a 21. században, amikor felmennek a háztetőre fiatalok fegyverrel a kezükben vadászni fehér rendőrökre, és ők ezt ki is mondják, hogy ők a fehérek ellen küzdenek. Például ez egy a rendőrségi szakértő felé nyilván egy logikus kérdés, ezeket nem lehet kiszűrni? Már másképpen mondok, kiszúrni, ha már ott vannak a tetőn? Igen, abszolút elfogadom, amit mond. Viszont, hogy feljöttek az évszámok, nekem eszembe jutott, hogy az 1791-es alaptörvény második módosítása, nem akarok konyhajogász lenni, de szakterületemből adódóan ismerem, a második módosítása tartalmazza, illetve szabályozza azt, hogy kitarthat magánál lőfegyver. Na most az 1800-as években egy modern dolog volt, egy időtálló, hogy védjük meg magunkat az indiánoktól, ugye a telepesek, a vadállatoktól, blabla, ez így mehet. De ez az 1800-as évekre szólt, és nem a modern időkre. Tudni kell, hogy nincsen nyilvántartásuk. Tehát nem úgy van, mint nálunk, fegyvervizsga, fegyvertartási engedély, ellenőrzés és kőkemény feltételek, lecsavarozott páncélkazetta. A tartási körülményektől kezdve mindenre, igen. Így van. Egészen groteszk, hogy ugye mondjuk tud vásárolni bejegyzett boltokban, fegyverboltokban lőfegyvert. Most azt sorolom fel, amit nem tud megvásárolni, mert kevesebb van. Automata fegyverek, gépkarabélyok és bizonyos vadászpuskák. A groteszk, hogy még vásárokban, tehát ez is még a telepes időkre nyúlik vissza, vásárokban lehet lőfegyvert vásárolni. Mézes kalács. És igen, és akkor igen, ott lóg mondjuk egy lőfegyvervásárlás, és ott nem kérnek semmilyen iratot, hiszen az nem fegyvervásárlás, hanem az egy magányjogi szerződés közted és köztem. Eladod nekem a te birtokodban jövő fegyvert, soha nem tudja meg a rendőrség, hogy nekem van fegyverem. Az a furcsa, hogy a legtöbb amerikai mind a mai napig az ő szabadságának letéteményeként kezeli azt, hogy fegyvert lehet vásárolni és fegyvert lehet tartani. Mert az alkotmány mondja ki nekik gyakorlatilag, ugye, hogy az amerikai azóta vitatkoznak rajta, hogy mit is jelent az a milícia. Igen, abszolút. Szóval gyakorlatilag születésével jogot kap arra, hogy a lőfegyvert tartson. De én úgy gondolom, hogy ennek nincs meg a kellő kultúra. De születésétől helyzetbe is kerül a tekintetben, hogy egy olyan körben él és egy olyan körzetben nő fel, ahol a rasszizmus jelen van, ahol ezek a gyűlöletek, ezek hétköznapiak? Ez két külön történet. A fegyvertartás és ebből eredő összes botrány, az, hogy 2 éves gyerek lelövi az anyját a Walmartban, az, hogy most lelőtte július 4-én egy apa 14 éves fiát a lőtéren balesetből, és utána azt mondja, hogy nem a fegyvert tehet róla, én tehetek róla. Tehát ez egy dolog, és a másik dolog az etnikumok közötti feszültség, és az, hogy ennek milyen levezetési csatornái vannak, és a harmadik az, hogy minden egyes esetről ma azonnal elterjed a világhálón, hogy mi történt. Kedden volt hogy lelőtték azt a fekete férfit. Ugye annak következménye volt a sok zavargás. Csütörtökön már nagy 800 fős megmozdulás volt Dallas központjában. Egyébként amilyen az élet, a dallasi rendőrség nagyon jó rendőrség, nagyon felvilágosult, egy fekete rendőrkapitányuk van, nagyon jól működnek együtt a helyi fekete közösséggel, és ez a mostani eset teljesen sokkolta őket. Rasszista, mert ezt így nyilván nem lehet, de mégis. Az amerikai rendőrség, ugye erről is nyilvánvalóan vannak adatok. Tehát amikor azt mondják a feketék, hogy azonnal lő, anélkül, hogy kérdezne, csak azért, mert látja, hogy egy fekete nyúl a kocsiban valamilyen irányba, neki igaza van? Azért lő, mert fekete? Az Egyesült Államokban tavaly közel 1500 lőfegyver használat volt. Ezt azért mondom, mert ennek a 97%-át... Igen. Ennek a 97%-át jogosnak ítélte meg a kivizsgáló parancsnok. Én azt gondolom, hogy inkább ez a
borzasztó és elképesztő mennyiségű magántulajdonban lévő lőfegyver az, ami már a rendőrt is rákészteti erre. Például, és akkor talán ezzel a kis emlékemmel válaszolok, amikor hallgató voltam a Nemzetközi Rendészeti Akadémián, akkor hát nyilván ugye ez egy FBI-os szakképzés volt, és ott úgy nyitott ugye az oktató, hogy inkább hatan, tehát gyakorlatilag ugye, hogy inkább 12-en tárgyalják az ügyemet, mint hatan vigyék a koporsomat. És ők ezzel így vannak. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit finomítani kellene egyrészt a rendőrök mentalitásán, illetve ezzel megfelelően nyilvántartásba kellene venni a fegyvereket, de én úgy, lehetetlen, nem lehet. Lehetetlen, hát 100 amerikaira 88 fegyver jut. Igen, csak a fegyverlobby annyira erős, hogy egyetlen egy politikus sem tud vele igazából szembeszállni. Még a legnagyobbak is elbuknak ebben a kísérletben. Obama 7 éve hajtogatja. Ugye meghalt a Sandy Hook elementary általános iskolában, 27 első osztályos 6 éves kisgyereket lőtt nagyon egy pacák automata fegyverekkel. Igen. És az sem elég. 18 közülük negyedik osztály alatt volt. Tehát igen, ez borzalmas. Kis gyereket lőttek le tucatszámra, és ez sem volt elég. De a politika azért nem mer lépni, mert a társadalom olyan erővel áll a fegyverviselés annyira, joga annyira mellett. Annyira jól szervezett a Nemzeti Lövészegylet, a National Rifle Association, hogy gyakorlatilag minden republikánus politikust azonnal meg tud folytani, és a demokratának is egy jelentős részét meg tudja tehát állítani a választásokban. Nem lenne meg a kongresszusi támogatás. Így van. Igen, a napirendre se tűzik. De egyébként még valamit mondok, tehát a rendőrök persze igen, gyorsan nyúlnak a fegyverükhöz, de amióta ez az esemény történt csütörtök este Dallasban, már 2 rendőrt lelőttek, egyet St. Louisban, egyet Georgiában. Mind a kettőt fekete ember lőtte le, mind a kettőt egyszerű közúti ellenőrzés nincs is Amerikában, tehát nem égett a hátsó lámpája, megállították, lelőtt, nyakon lőtte a rendőr, St. Louisban az életéért küzdenek, Georgiában ugyanezt történt egy másik esetben. Tehát az amerikai rendőr tényleg úgy van vele, hogy nem tudhatja, hogy amikor egy nagyon egyszerű, kiégett stop lámpa miatt megállít egy autót, hogy abból most egy rendes ember fog kiszállni, vagy azonnal rálőnek. A kezi a pisztolyon. Nincs kultúra, nincs fegyvertartási, fegyverhasználati kultúra, és úgy gondolom, hogy nem is lehet nyilvántartásba venni ezeket, hiszen egy átlag amerikai fegyvertartó 100%-ból mondjuk a 75%, 55 éves fehér férfi, aki ugye az éjjeli szekrényében, a gardrob tetején tartja a lőfegyverét. Na de mi van a látenciával, ugye, ami a fekete piacról áramlik be, akár a bandákba, akár 10 évesek közé, a 18 éves kor a korhatár felette lehet vásárolni. És hiába tiltja New York városa vagy New York állam a fegyvertartást, hogyha délen Texasban, Georgiában, Alabamában meg lehet venni gyakorlatilag minden papírmunka nélkül, és egy autóval beraknak 10 fegyvert, fölviszik egy óra, nem egy óra, de mondjuk egy napunkat. Ebben a dallasi esetben, ami ugye végül 5 halottat követelt, azt állapították meg, hogy terrorszervezet ugyan nincs a háttérben, de ők maguk szervezettek voltak, ők megszerveztek mindent maguknak, tudták, hogy hol kell vadászni a rendőrökre, hol kell elhelyezkedni. Ez azért nagyon riasztó, mert nem kellett külön terrorszervezeti kiképzés ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni. Ez hogy lehet? Alapvetően a hátsó kerben is lehet lövöldözni, ugye üres sörös üvegekre, vagy boros palackokra. Ez egy afganisztáni katona volt egyébként, tehát ez tudott lőni. Hát, és véletleg azt is tudta, hogy hogyan kell elhelyezkedni, és kit hova kell helyezni. Taktikai kiképzés is kapott, nyilvánvalóan tudta, igen. Igen, viszont én ezt rendkívül fontosnak tartom, hogy ugye a keddi eset Louisiana-ban történt, a csütörtöki testvérmásállamban, és a harmadik eset ugye pedig megint egy más államban. Ugye kedden egy férfit kimentek intézkedni, megbilincselték, és egy 57 éves, mondjuk volt Priusza, a felvételken látható, hogy valóban nem szeretett volna fegyvert elővenni, de mégis így alakult. És rá 2 napra ugye ez az igazoltatás. De én azt gondolom, hogy ebben az a szenzáció, hogy tulajdonképpen a fehér rendőr lövi le a fekete elkövetőt. De mondjuk arról nem szól a fáma, és igazából
próbálom tudatosan elkerülni azt, hogy melyik, a mérleg melyik részébe pakoljam a többi információt, viszont mondjuk tehát 100 elkövetőből azt mondom, mondjuk aki például nem ilyen erőszakoló, 100 megerőszakolt nőből, akit négerek, színesbőrűek, afroamerikaiak erőszakolnak meg, abból 98 fehér, és csak 2 afroamerikai. Tehát, hogy itt is lehet a számokkal dobálózni, de úgy gondolom, hogy nem érdemes. Kultúra, nyilvántartás... A gyilkosságoknál nem így van. Tehát a gyilkossági arányokban a feketék áldozatai általában feketék. És a másik, hogy a fekete rendőr is gyorsabban lő. És a latino, ami egy harmadik ugye, etnikai csoport, azok is gyorsabban lőnek, független attól, hogy fekete vagy fehér, vagy akárki a megállított ember. Hát uraim, tanulságos és riasztó volt, amit elhoztak. Azért ez egy kontinensnyi ország, azért ezt nem kell úgy elképzelni, hogy folyton gépuska csattogás van az utcán. Azért de messziről úgy látszik, hogy folyton történik valami, ami elgondolkoztató szabadságjogok, alkotmány, alapjogok, politikai ügyében. És a politikai lépéseket kellene tenni abszolút. Hát nyilván, de erről is Amerikában is elég régóta vitatkoznak és beszélnek. Köszönöm szépen. Köszönjük.